szeretettel köszöntjük kedves testvéreinket, vendégeinket a délutáni órában. Isten neve dicsőítésére énekeljük énekes könyvünk 237-es szám éneket. 237. Szerető Istenünk, mennyei édesatyánk,
Drága megváltunk, szent fiad nevében hajtunk fejet előtted a pillanatokban. Szívünk mélyből kívánunk hálát mondani te néked, csodálatos gondoskodásodért, oltalmadért, vezetésedért, és ezért az előjogért, hogy a délutáni órában ismét itt lehetünk szent hajlékodban. Köszönjük neked a Golgotát, a megváltást, köszönjük a közbenjárást, és köszönünk minden áldást, amellyel elhalmozol bennünket szüntelen. Most arra kérünk, jöjj szent lelked által, jár szívről szívre, vizsgáld meg életünket, elménket, egész lényünket, és mindent, ami nem egyezik meg akarottal, írtsál ki belőle, és tedd szívünket befogadó képessé a te ígéd számára, mint jó talaj, hogy megteremje gyümölcsét az örök élet számára. Megkérünk szépen, szent lelked által légy jelen ezen délutáni órán, küldj alkalmas üzenetet, alkalmas táplálékot néped számára, hogy néped fel tudjon készülni a te veled való találkozásra. Köszönjük, hogy te megígérted, hogy mindenkor velünk leszel, bízunk te benned, hogy a délutáni órában is itt leszel jelettünk, jelenni közöttünk, és áldásodban részed tesz mindannyiunkat. Ezért áldunk, dicsőítünk és magasztalunk az Úr Jézus nevében. Amen.
Szeretettel üdvözlök mindenkit a délutáni órában. A Fugyi gyülekezet üdvözletét szeretném hozni számotokra, mielőtt megkezdenénk egy néhány gondolatban Isten igéről szólni. Mielőtt eljöttünk, Jutkával volt egy megállapodásunk. Az volt a megállapodás, hogy kevés beszéd, sok ének. A gyülekezet egyetért ezzel? Jó. Tehát ehhez fogjuk magunkat tartani, hogy keveset beszélünk és sokat énekelünk. Az elmúlt nyáron, igen, már elmúlt, az egyik macskánknak született 3 kis cicája. És ott játszadoztak a kis cicák az udvaron, amikor az egyik szomszédunk, akinek egy óriási farkas kutyája volt, bejött az udvarra, természetesen a kutyája úgy utána súrant. És amikor meglátta a kis cicákat, ez a hatalmas kutya neki rohant, és én már láttam, hogy tragédia fog történni, a lányom egész biztos bennünket fog ezért kérdőre venni, mi lesz a kis cicákkal, minden. Láttam a véget. És az utolsó pillanatban valami történt. A kis cicák mamája odaugrott a kis cicák és a óriási farkaskutya közé, mint egy hatalmas kaktusszá vált, minden szőre össze-vissza, az fütyölt, az üvöltött, az vonyított, és ez a farkaskutya, aki olyan bátran ment, hogy a kis cicákat elrendezze, úgy megijedt, jobban, mint én, kiszaladt. Nem volt semmi gond. Úgy elgondolkoztam magamban, hogy tudja megvédni az állat az övéjét. És számtalan példát tudnék sorolni, amit szememmel láttam, hogy vigyáz a kotló a kis csirkeire, hogy vigyáz minden állat az övéire. Feltevődik a kérdés, reánk, vajon vigyáz valaki? Hát igen, vigyázott addig anyukánk, meg apukánk még létezett, meg még kicsik voltunk, de miután megálltunk a saját lábunkon. Igen, meg vagyunk győződve arról, hogy Isten vigyáz reánk. Isten az, aki óv bennünket. Isten az, aki megsegít bennünket. Isten az, aki állandóan velünk van. A Bibliából szeretnék Mózes második könyve 14. fejezetéből olvasni, csak egy gondolatot, ismerős a történet ezzel kapcsolatban. Izrael népe kijött Egyiptom földjéből, elérkezett a Vörös-tengerhez, két oldalt hegyek voltak, az egyiptomi hadsereg természetesen üldözőbe vette, vissza akarta vinni ezeket a rabszolgákat, és akkor történt valami. Pánikba esett a nép. Mi lesz velünk? Zsákutcába kerültünk, előttünk a tenger, visszafele nem mehetünk, hegyek erről arról, mi lesz velünk? És reszketett a nép, és Mózeshez jöttek. És Mózesnek szól az Úr. És Mózes a következőt mondja a 14. fejezet 13. versétől. Mózes pedig mondta a népnek, ne féljétek! Meglássátok és nézzétek az Úr szabadítását, melyet ma cselekszik veletek, mert amely egyiptombelieket ma láttok, azokat soha többé nem látjátok. Az Úr hadakozik ti érettetek, ti pedig vesztek legyetek. Egy olyan helyzet, amikor Izrael népének nem volt lehetősége. Nem tudták, mit tegyenek. És akkor az Úr szólt, maradjatok vesztek, üljetek nyugodtan, nem kell tegyetek semmit, csak egy dolgot kell tegyetek, várjatok, és figyeljétek azt, hogy az Úr megvéd benneteket, az Úr, hogy segít rajtatok. És mindjárt látták is annak jelét, az a tűzoszlop, felhőoszlop, amely vezette őket közéjük, és az egyiptomiak közé állt. Az egyiptomiak megálltak. Az egyiptomiak nem mertek tovább menni, nem tudtak tovább menni. Később tudjuk, mi történt. Isten a Vörös-tengert ketté választotta, és Izrael népe szárazon ment át ezen a tengeren. És nem volt semmi bántódásuk. Az Úr meg tudta őrizni ezt a hatalmas népet. Csodálatos és hatalmas Istenünk van. Nem csak külön-külön egyéneket tud megvédeni, millió számú embert, mindenkit az egész világon meg tud védeni. Isten csodálatos munkát végzett értünk. Jézus Krisztus meghalt, érted és értem, és megígérte, hogy gondoskodni fog róla. Megígérte azt, hogy vigyázni fog ránk. Megígérte azt, hogy óvni fog bennünket. Úgy, ahogy a kotló óvja a kis csirkeit. Úgy, ahogy az édesanyja vigyáz az ő gyermekére. Úgy vigyáz Isten mi ránk. A következő énekek erről fognak szólni. Figyeljük meg és vegyük észre Isten gondoskodását ezekről.
Csodálatos volt az, ahogy az Úr megszabadította Izrael népét akkor. Csodálatos az, ahogy téged és engem nap mint nap megszabadít. Az utolsóinak azt mondja, hogy éjjel-nappal, angyal szeme vigyáz rá. Az Úr az velünk van. Olyan szép az az ének, amit régen hallottam már a váradiaktól, hogy észre sem vesszük, hogy mellettünk áll. Az Úr mellettünk van, az Úr velünk van, őriz bennünket, vezet bennünket, segít bennünket. És mit teszünk mi ekkor? Abba az időbe, akkor, amikor Izrael népe ilyen csodálatos módon megszabadult az egyiptomiak karmai közül, mondjuk így, vajon mit tett a nép? Áthaladtak a Vörös-tengeren. Senkinek nem lett semmi vesztesége. Nem volt semmi probléma. Mindenki életben maradt. Nem hiányzott senkinek semmije. Csodálatos tapasztalat volt ez. Túljutottak a túlsó partra, az egyiptomiak természetesen utánok mentek, és a tenger összezáródott. És megszabadult a nép. Úgy, ahogy megígért az Úr, azokat, akiket most láttok, még láttok, soha nem fogjátok többet látni. Elmosta a tenger az egész egyiptomiat. És ott volt Izrael népe. Boldogan, örömmel teli az ő szívük. Figyeljük meg, mi történt a következőkben. Mit tett a nép? Mit tett Mózes? 15. fejezetből szeretnék felolvasni egy néhány gondolatot. Akkor éneklé Mózes az Istennek fia azt az éneket az Úrnak és szólának mondván. Éneklek az Úrnak, mert fenséges ő, lovat lovasával tengerbe vetett. Erősségem az Úr és énekem, szabadítom lőnékem, az én Istenem, őt dicsérem. Atyámnak Istene, őt magasztalom. Mit kell tegyen az ember, amikor túlmegy egy ilyen tapasztalaton? Mit tett Mózes és a nép? Örömükbe éneket énekeltek az Úrnak. Hálát adtak Istennek énekek által, hogy ilyen csodálatos módon megszabadította őket. Kijött Mózes, és úgy spontán elkezdett énekelni, ahogy jött. És gondolom az ott levő emberek mind énekelték tovább ezt a néhány gondolatot. Nem volt hosszú az az ének. Nem volt, nem tudom, hogy milyen cifrás. De szívből jött, és dicsőítették az Urat. Figyeljük tovább. Az asszonyok sem szoktak lemaradni az ilyen alkalmakról. Akkor Miriam próféta asszony Áronnak nénye dobott vőn kezébe, és kimenének utána mind az asszonyok, és dobbal, és tánccal. És felelenékik Miriam, énekeljetek az Úrnak, mert fenséges ő, lovat lovasával tengerbe vetett. Körülbelül 2 millió szájból szállt fel a hálóének akkor. Mindenki örömmel énekelt. Boldog volt azért, mert az Úr ilyen csodálatos módon megszabadította őket. Örventek az Úr szabadításával. Drága testvérek, nekünk vajon volna alkalmunk arra, hogy hálát mondjunk énekeink által az Úrnak azért, mert megoltalmazott? Állandóan mellettünk van. És mindig volna, és kellene legyen alkalmunk és lehetőségünk, hogy hálát mondjunk az Úrnak az ő csodálatos szabadításáért. Szeretném, ha közösen elénekelnénk így leülve a 13-as számú éneket. Gondolom ismerős előttünk mindannyian ez a szép kis rövid ének. Az Isten jó. Mindannyian megtapasztaltuk már Isten jóságát. Énekeljük el mi is, úgy, mint Mózes és Miriam és a többiek azt, hogy milyen jó is az Isten.
Ahhoz, hogy Istennel jó kapcsolatba kerüljünk, szükségünk van egy fontos dologra, mégpedig az imára. Ez a következő ének arról szól.
A Zsoltáros azt mondja, jó dolog dicsérni az Urat és éneket mondani az ő nevének. Milyen jó, amikor együtt lakoznak az atyafiak. Jó együtt lenni és együtt énekelni Istennek. De ezek az idők elmúlnak, még a szombatnak lejárt az idő, és az ember vissza kell húzódjon. De a Jelenések könyve megígérte a mi részünkre, hogy eljön egy idő, amikor egy megszámálhatatlan sereg együtt éneklik egy örökké valóságon át a Mózes és a bárány énekét. Adja az Úr, hogy mindannyian ott legyünk abban a nagy csapatban, az ő kegyelméből. Amen. Köszönjük Istennek és az ifjadnak ezt a szép délutáni órát, mivel megörvendeztettek bennünket énekek által, dicsőítettük együtt Istent. Ezért legyen dicsőítve az ő neve. Gabi megkért bennünket, hogy még van lehetőség, még van alkalom, még nincsen igen sok személy. Még vár személyeket, akik holnap talán 10 óra, 11 órakor találkoznának a könyvesbolt előtt. Még várja idős fiatal, aki időt szán rá, lehet jelentkezni. Még van lehetőség. Nagy Józsi testvérünk kért, hogy még van lehetőség az irodalomra feliratkozni. Aki még esetleg meggondolta, szeretné, még van lehetőség, nála lehet jelentkezni. Zárjuk délutáni áldásos Isten tiszteletünket, és énekeljük együtt énekes könyvünk 335-ös száméneket, 335. Amíg az organista az ének dallamát játssza, összegyűjtsük önkéntes adományunkat termünk fenntartására.
Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, méltatlan bűnös gyermekeid állunk meg szent színed előtt az óra végeztével. Hálánkat és köszönetünket szeretnénk kifejezni az egész szombati áldásodért, melyben részesítettél bennünket. Hálásak vagyunk, hogy ez alkalommal is közöttünk voltál és szóltál hozzánk. Biztosítottál arról, hogy mindez, ahogy eddig velünk voltál, ezután is velünk leszel, óvsz és segítel bennünk a te országod felé. Ha valamivel vétettünk ellene, bocsáss meg, és adj erőt, hogy elhagyjuk bűneinket, és neked tetsző módon tudjunk élni ezután. Megkérünk a hétköznapok szürkeségében is, légy velünk, s ahogy eddig velünk voltál, továbbra is vezess bennünket. Segíts, hogy akaratod szerint járjunk, adj erőt, hogy világossága legyünk, és neked tetsző módon tudjunk viselkedni. Több volna, amit kérni szeretnénk, add meg, amire szükségünk van, az Úr Jézus érdemében hallgassál meg. Amen.